Ezt a táblát 2015-ben kapta a Tisza Dobi Oktatási Intézmény, azóta bázis iskolája a Magyar Vöröskeresztnek. Évek óta komoly ifjúsági munka folyik az intézményben, a Vöröskereszt segítségével, az egészség és az életvédelme érdekében, közölte az iskola vezetője. A megyei elsősegélynyújtó és csecsemő és kisgyermekgondozási versenynek is a Tisza Dobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola biztosított idén helyszínt. Az iskola éves munkatervében is benne van az egészségnap, mint program, tehát egy külön tanítás nélküli munkanapot is szánunk minden évben arra, hogy az egészséges életmód, egészséges táplálkozás, elsősegélynyújtás, az életvédelme az még nagyobb szerepet kapjon, és ekkor a gyerekek a tanítási órák helyett a különböző játékos, de ugyanakkor nagyon komoly feladatokkal igyekeznek bizonyítani, hogy mit tudnak, illetve hát arról is meggyőződnek, hogy mit kell még tanulniuk azért, hogy valóban elkötelezett emberek legyenek, és ha egy bajba jutott ember látnak, akkor ne legyenek közömbösek. Az idei megmérettetésre 180 diákot vertek a megye különböző intézményeiből. A versenyzők 10 állomáson különböző feladatokat kaptak. Ezeken a pontokon szakemberek és önkéntesek segítették a verseny lebonyolítását. Május 8-a a Magyar Vöröskereszt világnapja, a karitatív szervezet svájci alapítójának születésnapja. Hazánk 1881-ben csatlakozott a humanitárius mozgalomhoz. Ezen a napon megyei ünnepséget szerveznek, ahol elismerik a szervezet munkatársainak és önkénteseinek a munkáját. A Vöröskereszt nem csak egy hivatásos munkatársi csapatból áll, hanem egy nagyon komoly önkéntes csapatból is. Gyakorlatilag a napi munkánk elképzelhetetlen anélkül, hogy külső segítséget ne vonnánk be a feladatok ellátásába. Legyen szó adománygyűjtésről, víradás szervezésről, vagy akár egy szélsőséges esetben egy katasztrófa elhárítási mechanizmusról. A Magyar Vöröskeresztet leginkább a véradások szervezéséről, illetve az adományok gyűjtéséről és továbbításáról ismerik, de a szociális tevékenységük ettől sokkal szélesebb körű. Így például intézményi keretek között segítik a fogyatékkal élőket, és anya otthont is működtetnek, ahol bántalmazott anyákat és gyermekeiket támogatják. Fontos feladatuk még az elsősegélynyújtás ismereteinek terjesztése. Ennek érdekében úgynevezett hősképzést is szerveznek, ahol ingyenesen szakemberektől sajátíthatják el az érdeklődők az újraélesztés menetét.